Ha tehén, akkor magyar tarka. Így gondolta ezt Füller Imre is, a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója. Elmondta, egész eddigi életét végig kísérte ez a hazánkban őshonos szarvasmarha fajta. Ugye én egy négy generációs családban nőttem föl, és a dédnagyapám pici gyerekkoromban állandóan, ugye mindenki ment dolgozni, hölgyek a földekre, többiek pedig vagy a TSZ-be, vagy édesapám az maszekács volt, tehát akkoriban így mondták, hogy maszek, nem magánvállalkozó, és akkor dédnagyapámmal voltam nagyon sokat együtt, ő megcipelt engem mindig a tehenek közé, aztán megszerettem a magyar tarka teheneinket, és aztán valahogy így alakult a sorsom, hogy az egyetem után is mindjárt tarkatenyészetbe kerültem, aztán ugye váltáskor ismét ide Bonyhádra megint tarkatenyészetbe, és aztán onnét pedig kérték, hogy legyek az egyesület ügyvezetője, és azt csináltam 22 évig. Munkaviszonyom az 42 év, a jogviszonyom az, amiben ugye benne van az 5 év egyetem is, az 47, és ebből mind a 42 év magyar tarkatenyésztéssel összefüggő munkahelyen folyt. Először húsmarhába 5 évet, aztán itt Bonyhádon 16 évet, és aztán az egyesület élén közel 22 évet, mint ügyvezető igazgató. Elmondta azt is, hogy milyen fejlődésen ment keresztül az egyesület az elmúlt 22 évben. Nagyon sok minden történt ez alatt a 22 év alatt. Hát mikor elindítottuk az egyesületet, illetve ügyvezető lettem 22 évvel ezelőtt, akkor olyan 320-40 körüli taglétszámunk volt, most ez durván 1300. Akkor ilyen 7-8-9 ezer tehén tartozott az egyesülethez, most 30 ezer. Tehát az egyesület folyamatosan növekedett, és folyamatosan egyre több mindent csináltunk. Most már ugye a legmodernebb dolognál tartunk, a genomikai tenyészértékbecslésnél, ami egy csoda dolog, hiszen hogyha egy embrióból vagy egy borjúból egy DNS mintát küldünk Csehországba a laborba, ahol ugye szekvenálják, akkor a tenyészérték becslő szervezet ebből meg tudja mondani Németországba, ugye, akikhez csatlakoztunk, hogy ennek a borjúnak mit ér majd a bőre, ha megnő, vagyis hogy vélhetően mennyi tejet fog termelni, milyen hizékony lesz, milyenek lesznek a fitness tulajdonságai, tehát egy gyakorlatilag egy kész csoda. Úgyhogy most ez működik, illetve hát ugye indult el, tehát a kollégáim természetesen majd ezt folytatják. Teljes mértékben elengedhetetlen, mert ugye miért költsünk nagyon sok pénzt arra a jószágra, amelyik nagyon keveset fog termelni, és majd akkor derül ki róla, amikor megellett és elkezdett tejet termelni, hogy tulajdonképpen nem volt értelme fölnevelni és sok pénzt rákölteni, az akkor már elmehet hízóba és vágóba, nem pedig fölneveltük nagyon sok pénzért, megellettük, elkezdtük fejni, és kiderült, hogy selejt, tehát mégse tudjuk hasznosítani arra, amire szeretnénk, mert nem arra való, hanem a fazékba. Az azóta Bonyhád ikonikus eseményének számító Tarka Marha Fesztivál elindításának is aktív részese volt. 24 évvel ezelőtt megszűntek az állattenyésztők és az állatorvosok közötti találkozások. Ugye az Átkosban voltak ilyen rendezvények, hogy állattenyésztők, állatorvosok találkoztak, és akkor megbeszélték a különböző problémákat, előadásokat tartottak. Aztán szóltak a kollégák, hogy ez nagyon hiányzik. És én akkor itt dolgoztam még a Pannoniába, a főállattenyésztő voltam, és valamiért pont kint voltam Kakasdon, amikor megérkezett Kiszler főorvos úr, aki a Vágóhídnak a húsvizsgálatát is csinált, és ugye mi a helyzet, fiúk? Mondjuk beszélgetünk róla, hogy hiányoznak ezek a találkozások. Azt mondja, hát nem beszélgetni kell róla, szervezzük meg. Mondjuk oké. És akkor megszerveztük az első állattenyésztés és állategészségügyi tanácskozást, aztán rá három évre, hogy Bonyhádnak is kellene valamilyen nagyobb rendezvény, hát mi is legyen ez, ugye végül is a Percelek által a bonyhádi piros tarka tájfajta is híressé tette Bonyhádot, hát akkor legyen Tarka Marha Fesztivál, és akkor indult el a szervezése. Csak most két év kimaradt, ezért pont az idei év lesz a 20. Ezt 2022-ben augusztus 12-én és 13-án rendezik meg a Völcsék fővárosában.
A volt ügyvezető elárulta, amellett, hogy nagyon szerette a munkáját, várta már, hogy nyugdíjba vonuljon. De nem engedem el, a kollégák azért azt mondták, hogy számítanak a segítségemre, meg erre a kvázi 42 év tapasztalatra. Segítek is nekik, én elmondtam, hogy én nyugdíjba vonulok ténylegesen, de bármi gondjuk van, vagy kérdésük van, nyugodtan szólhatnak, segítségkel jövök, segítek. Egyébként meg van egy szép kertem, egy szőlőm, meg egy erdőm, úgyhogy azt fogom művelni. Ugye a bioszolárium az majd ott hatni fog, és én remélem, hogy jól fognak majd telni a napjaim. Bonyolult lett a világ, és azért 65 éves fejjel az ember már nem úgy gondolkodik, mint 50 éves fejjel, vagy 45 éves fejjel. Tehát akkor én még 20 fele gondolkodtam egyszerre, most már csak 10 fele tudok, és úgy gondoltam, hogy hát inkább csinálják akkor tovább a fiatalok, én visszavonulok. Úgy gondolom, hogy tudnia kell minden embernek azt, hogyha elérte a nyugdíj korhatárt, hogy nyugdíjba vonulhat, hogy vannak mögötte olyanok, akik ezt tudják folytatni, és szívesen is folytatják, nem kell az útjukba állni, hagyni kell, hadd folytassák, és vissza kell vonulni. Nyilván nem úgy, hogy én most bezárok minden kaput, és egy szót se szólok senkinek, hanem ha szükség van rám, jövök, csinálom, elmondom, de útjában nem akarok lenni senkinek. Olyan kollégáim voltak, Kovács Mester Házi Zoltán, aki az új ügyvezető igazgató, nagyon-nagyon nyugodt szívvel hagyom rájuk az Egyesületet. Tudom, hogy jó kezekben van.